a szerzői dolgokat szeretem igazából, az, az a, azok visznek el a leginkább. És kicsi stílustól függetlenül is, tehát hogy meg ebben is, abban is, még elektronikus zenében is. Ugye a rep volt az első ilyen nagy kattanás, az ilyen, tényleg ilyen 11-12 éves koromban volt egy ilyen nyári tábor, Zánkán nálam, nem tudom, én voltam azt hiszem ötödikes, akik többen ott voltak, akik vitték ezt az egészet, ez nyolcadikosok körülbelül, és akkor minden, tehát wu Ice Cube, ó, nem is, nem is, tudom, hogy House of Pain, ugye ezek a... Igen, meg a wu és a wu tang szóló, a tagoknak az összes szóló meg ilyenek. Tehát mondjuk a Gizának a Liquid Swords, ugye, az, az, az is egy olyan, hogy Nekem ő a... nyilván a Method Man az mindenkinek a kedvence, meg olyan súlyosan, mint a Method Man rappelt... A, a, az senki, de a Giza az meg egy másik, tehát olyan kevés szótaggal meg körülbelül, ő, ő olyan, mint a B.I.G., tehát egy ilyen végtelenül... végtelen súlyos az egész, és az az album az... az nem tudom mennyit ment, nagyon sokat... De, de első hatásra emlékszem, hogy ilyen volt tényleg a... a, a House of Pain-nek a Same As It Ever Was, amin a... amin a... Hum, hú, számcímek nem ugranak be rögtön. Na mindegy, óriási ilyen himnuszok ö, voltak rajta, vagy az Everlast, ilyen súlyosan reppelt, az így nagyon, nagyon működött. Neki még ezek a blúzos dolgai sem voltak teljesen rosszak amúgy, amiket csinált mondjuk 20 évvel ezelőtt, aztán, aztán így, elengedte szép lassan, vagy egyre érdektelenebb lett. Hmm. Sixto Rodriguez az egy külön történet, mert amúgy, mert ezek a film, ugye a, Doxit doksit, ha láttátok, ez nem mindennapi az a, az a dokumentumfilm, hogy tényleg a valóságot valóságra gyakorol jelentős hatást. Most már meg ott van ő is ugye a Rolling stone -nak a címlapján, meg mindenhol. Közben meg dolgozott. Az, a, tehát az a, történet, az, ez ami egészen elképesztő, és közben meg ő egy, közben meg ő egy minimum egy, egy, egy John Lenn, egy Paul McCartney ő is. Tehát, és megillette volna ugyanaz is, hát az elképesztő, az a lelkisége azoknak a azoknak a daloknak az ember, ahogy ott van mögötte. Tehát, így a szerzői dolgokat szeretem igazából, az, az a azok visznek el a leginkább, és kicsi stílustól függetlenül is, tehát, hogy meg ebben és abban is, még elektronikus zenében is előtt meg. Nem az albumot mondom előbb, hanem röviden azt szóval hogy nekem volt P.T.X-em, az a durva, hogy kettő is amúgy, egy év különbséggel, és mindegy, és ott, ott akkor volt egy műtétem a, a második után, és akkor utána nem voltam egy hétig kórházban, a, a kormányban fenn, és utána egy fél évig még csak nem is dohányoztam, és a Beatles-t, mindig nagyon szerettem, de hogy a, hogy a, a Revolver album, az, az ha nem vagyok abban, a, abban az állapotban, meg az az időszak nincs meg, akkor biztos, hogy sose kerülök annyira hozzá, és valahogy az az album, az ami, ha egy, egy Beatles albumot emeltek ki, akkor én biztos, hogy azt fogom kiemelni, és nekem az a kedvencem, és nagyon szeretem a, a, a Magical Mystery tour és meg minden korszakukat nagyon szeretem. A kórházban kezdtem el hallgatni, és otthon is teljesen rajta és Beatles-t hallgattam akkor rengeteget, de azt az albumot, azt ezt reggelente végighallgattam körülbelül. Szóval ez valami, valami, valami személyes. Tehát az az albumhoz ilyen szempontból jobban, jobban kötődöm, mint más zenei albumokhoz, vagy más Beatles albumhoz. 17-18 évesen megjött az, hogy elkezdtem ilyeneket, hogy aurórát, meg picsát hallgatni végtelen mennyiségben, de olyanokat is, hogy hogy, hogy, hogy hívják a, a, csók és könyvnek az elő, előzenekara, elő, elődi zenekara, a, a érdekfeszület például, nem ilyen fürgerókalábak, macskanadrág, meg az összes, összes, ilyet gyakorlatilag, de az Aurora az mondjuk a mai napig óriási kedvence, mondjuk egy viszlátiván album az nálam, hogy magyar punkban az a leg, nekem az a leg. De a picsa is ilyen, és a hangulat jelentés, mondjuk akkor, hogyha egy albumot mondjuk, egy punkot is hallgattam sokat, és utána, ezek ezek a, ezek a ilyen sötétebb, ilyen stoner, rock, meg metal témák, azok meg így ilyen 20 éves korom elején mástak be, és akkor azokat nagyon... hogy az, az, a világ az, az nagyon... Tehát a Black Sabbath, a Paranoidot, azt azért írtam, mert tényleg bármilyen ilyen feszültség van bennem, és, és azért picit meg is szeretnék nyugodni, ugye, mert valami olyan dolog, ami már közel áll hozzád, mert százmilliószor hallott, tehát azt tényleg hogy berakja az, hogy, hogy elektrik funeral, nem tudom, és ez olyan, hogy ez így... De, Na, de az Ozinak a szóló dolgait nem szeretem, az az igazság, szinte, szinte kivétel nélkül ez igaz. Ez a Tomi Ominak a világa, aminek nekem bejön, rájöttem ugye a szólói, meg amiket másoknak írt az alapján. Egyszerűen valószínűleg az a, az a világ, az, 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 nagyon, nagyon vonz engem, tehát én nem szeretem a... Tehát szeretem a metalikát is, meg szeretem a, 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 a is, szeretem, de, az, de valójában nagyon kevésszer vagyok olyan hangulatban, hogy azt tesz jót nekem, és mondjuk azt hallgatom. A Black Sabbath meg annyira nem tudva ugye az inkább tényleg a, a, a rockhoz, meg a blueshoz van közel, mint sem a metalhoz, de közben mégiscsak az van, hogy azért, azért húzós, meg, meg, meg masszív, minden Valam, valamiféle olyan ö, olyat testesít meg, ami, ami, ami vagy jó középérték, nekem egy csomó minden találkozik benne. És, 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 spirituális is vagyok, az én is, meg, meg egyebek, és az mind ott van benne ebben az egészben, és ez nem csak, nem csak sötét ez az egész, hanem, hanem, hanem ez több annál, tehát nem tudom, valami le lehet egyszerűsíteni, hogy boszorkányság és egyebek ebek Nem tudom, én nem lettem sose gonosz tőle, vagy nem éreztem, hogy gonosz érzéseim támadtak volna tőle de közben még nem hallgatok ilyen, ilyen skandináv, ilyen doom metal dolgokat, tehát közben még az nem a világom igazából, meg nem szeretem a gonosz dolgokat, de valójában eddig, ez az, valószínűleg ez az, ameddig elmerek így menni körülbelül, és ez az, ami még izgat. De mondjuk Gimi -e emlékszem osztályzásom, hogy a méhemet hallgatott, és ez, ez az nem az én világom, tehát az már ilyen nagyon nihilista valami nekem.